A jövőért, gyermekeink oktatásáért címmel tartottak ma a megyei igazgatói konferenciát Nyíregyházán. A rendezvény egy országos sorozat része volt. Az igazgatók mellett többek között pedagógusok és tankerületigazgatók is részt vettek a konferencián. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára arról szólt, hogy a köznevelési kerekasztalos tárgyalások mely témákban értek el eddig eredményeket, és mely kérdésekkel kell még foglalkozniuk. Például a pedagógusok foglalkoztatása vonatkozásában a minősítési keretszámok, illetve azon kollégáknak a meghatározása, akik ezekbe a minősítésekbe bekerülhetnek, a 7 éven nyugdíj előtt álló pedagógus kollégáknak a automatikus pedagógus 2 fokozatba való bekerülése, javaslat a nyugdíjas foglalkoztatottakra vonatkozóan, az intézmény fenntartó központ által egyrészt a működésnek a biztosítása, az ottani változtatások, illetve hosszabb távra természetesen a tartalomfejlesztésnek a mit, mikor és hogyan tanítsunk az iskolában kérdésére vonatkozó elképzelések. A helyettes államtitkár a rendezvényen arról is beszélt, jelenleg az idei évi költségvetések újra tervezésén dolgoznak. A KIK megkapta azt a plusz forrást, amely a működésének biztosításához szükséges volt, és ennek a plusz forrásnak az eljutatása a tankerületekhez megtörtént, az intézmények adósságrendezése, a tankerületek adósságrendezése, az gyakorlatilag kimondható, hogy ennek a hónapnak az elejéig rendezett, központilag kezelt tartozásokat is rendez az intézményfenntartó központ, és jelenleg a 16-os évi költségvetés újratervezése az intézményi keretek kialakítása történik, illetve ezzel párhuzamosan a 17. évi költségvetésnek az előkészítése is. Sipos Imre hozzátette, július 1-től új elvek mentén határozzák meg az iskolák állami fenntartásának kereteit.